Július 15-én Szerencsfő utcáján nyílt meg a település legújabb egészségmegőrző szolgáltatása. A Reforma masszázs stúdióban 6 masszőr és több mint 30 kezelés fogadja a vendégeket. A szalon munkatársai csak természetes olajokkal, hidegen sajtolt készítményekkel dolgoznak, melyek a leghatékonyabb megoldást kínálják a bőr ápolására és a kezelések kiegészítésére. A stúdió zárt udvarában elérhető a finszauna, valamint a bőrbarát infraslim és bioszolárium. A vállalkozás szállás lehetőséget is ajánl az utazók számára luxus környezetben. Masszázs és egészségmegőrző szolgáltatások vannak. Ez azt jelenti, hogy a masszázsokat, a normál masszázsokat mindenki ismeri, a gyógymasszázs, svédmasszázs és frissítő masszázsokat, és a talpmasszázst is, de valójában itt azért ilyen szolgáltatások is lesznek, mint Holistic Posing, Shiatsu, amelyek meridián, vagyis energiamasszázsok, úgynevezett masszázsok, de inkább kezeléseknek nevezném, és a lábcsontkovácsolástól a Stigerpont masszázson keresztül, amit például ruhában lehet, és nem kell ahhoz leöltöznünk, úgyhogy mintegy 30 féle szolgáltatás lesz itt. A komplexumot a pandémia hívta életre, azzal a céllal, hogy segítse az egészségre figyelést, támogassa a hétköznapok kiegyensúlyozottságát, és lehetőséget kínáljon a feltöltődésre. Itt a járvány megmutatta, hogy az embereknek az egészsége fontos. És elérkeztünk ugye a Kádár rendszer után oda, hogy dolgozunk, és lassan a társadalom ugye több 10 évvel emelkedett az átlag életkora 60-as, 70-es évekhez képest, és hát az emberek, hogy ezt elérjék, egészségben érjék, és minél hosszabb legyen az az átlag életkor, amit egészségben és örömben meg tudnak élni, és a betegség legyen előtérben, ami sajnos a korunknak a stressze és kihívása magában rejti, ezért ebbe a csapdába nem kellene bele sétálni, hanem mindenki saját egészségének, hosszú életének a kovácsa, és ebben ez egy jó lehetőséget biztosít ez a vállalkozás, hogy az emberek a munkaerejüket megújítsák, hogy az életüket megnyújtsák olyan boldog életté, ahol hosszan tudnak nem csak a munkáig, a nyugdíjba vonulásig, hanem azután is boldogan élni. A Reforma masszázs stúdió július 12-i ünnepélyes megnyitóján Orosz Nóra tulajdonos üdvözölte a vendégeket, majd Szerencs polgármestere Nyíri Tibor mondott köszöntőt. A stúdiót Konz Zsófia országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd a résztvevők megtekintették a masszázszalon helyiségeit és az udvarban lévő apartmanokat.